Hello, hello! Ez itt a Retroság X. Némi kis tematikus filmajánló a sorozat mellé, hogy nem mindig csak rossz filmekről beszélgessünk. De nem mintha rosszak lennének a Retroshopban bemutatott filmek. Csak... na. Az ismétlődő idő ötletét már gyerekként is rongyosan marcangoltam a gondolataimban, miután láttam az Idétlen időkiget, amit szerintem senkinek sem kell bemutatni. De az ötlet valójában nem ettől a filmtől származik. Richard A. Lupoff 1201 PM című novellájával kezdődött 1973-ban, amiből 90-ben elkészítették az első adaptációt is egy 25 perces rövidfilm keretein belül. És akkor meg is érkeztünk a tizedik helyhez, 1201 PM. A film egy férfiról szól, aki sétálni indul a parkba, hogy elfogyassza az ebédjét, ám kénytelen ezt a kis pihenőt a végtelenségig űzni, mivel 12:01-kor a kör újraindul és az óra ismétlődni kezd. Az emlékei viszont megmaradnak. Ha belegondolunk, egy óra mire elég? Miután 4000-jére sétálsz át ugyanazon a parkon és minden ember és állat összes létező rezdülését tökéletesen ismered, az óra minden pillanatában, ott túl sok érdekességet már nem fogsz találni. Előbb-utóbb mindenki megőrül, bármit is próbál tenni. A színész egyébként remekül visszaadja, mit élhet át egy ilyen ember hasonló helyzetben, s bár csupán néhány ismétlődésnek lehetünk szemtanúi, már az is elég, hogy ne akarjunk a helyében lenni. A 9. helyen ugyanennek a novellának teljes hosszúságú tévéfilm változata. Na ez egy piszkosú szórakoztató film. Egy évben jött ki ugye az Idétlen időkiggel, ezt viszont általában nem nagyon ismerik azzal ellentétben. A film főhőse Barry kénytelen újra és újra átélnie élete legrosszabb napját, amikor is a főnök egy vadállat, a legjobb barátja idegesítőbb, mint bármikor, valamint ő is egy igazi idióta módjára szétszerencsétlenkedi az egész napot. Hab a tortán, hogy a lányt, aki tetszik neki, aznap hébe-hóba még agyon is lövi egy arra járó fekete autó. A nap végén Barry alkoholba folytja bánatát, majd nyugovóra tér, hogy az egész előről kezdődjön. Yeah! Egyrészt a film rendkívül humoros, még ha Barry karaktere nem is érhet fel egy Bill Murrayhez, én azt mondom, ez a film nem sokban marad el az Idétlen időkigtől. Akad benne még néhány vállalható csavar is, valamint némi magyarázatot is próbálnak adni az idő ismétlődésére. A film egyébként nem vállal túl sokat, nem járja be teljesen a témában rejlő meg annyi lehetőséget, de egy vígjátékhoz mérten bőven elég. Look who decided to show up. Oh, Anne, don't get your panties in a bunch. You just left us alone, the work could get done. But no, you're so damn invasive that no one can concentrate around here. So just stop assuming that we're all idiots and don't you judge people by how cute they are. Először is szögezzük le. Az ismétlődő idő témája nem egyenlő az időutazással, legalábbis nem mindig. Míg egy időutazós filmben, amikor a főhős visszautazik az időben, akkor már is ugye kettő lesz belőle, egy eredeti meg egy múltbeli énje. Na most a következő filmekben csak az idő ismétlődik. Csak az emlékei maradnak meg a főhősnek, nem lesz belőle kettő. Hogy ezen a listán nem a Vissza a jövőbe lesz meg a Looper és társaik. 8. hely. A Lé meg a Lola. Run, Lola, run. Hát ez a film már jóformán kult státusznak örvend bizonyos körökben is, valljuk be, annak ellenére, hogy nem Michael Bay szintű speciális effektekben fürdik, iszonyatosan dinamikus, pörgős és remek atmoszférával bír. A történet szerint Lola egy barátja jó sok pénzzel tartozik jó nagy darab kopasz embereknek, és történetesen épp elveszítette ezt a kis pénzt. Lolának mindössze 20 perce van eljutni a néhány utcával lentebb egy telefonfülkében várakozó férfihoz is elvinni neki a pénzt, amit időközben valahogy még elő is kéne keríteni. A film érdekessége, hogy többféle sikertelen kísérletet is bemutat, és a pillangó effektus értelmében végigviszi a különféle lehetőségeket, melyeket Lola döntései befolyásolnak. Ezúttal az ismétlődő idő nem úgy jelenik meg, mint a lista legtöbb szereplőjénél, Lola ugyanis nem emlékszik az előző próbálkozásaira, a film inkább csak alternatív verziókat mutat be egymás után, mi lett volna, ha Lola erre fut, ha arra fut, ha ezzel találkozik, ha azzal nem találkozik, ha ezt teszi, ha nem azt teszi. Az egésznek az érdekessége tehát abban rejlik, hogy még egy 1201 esetén az események azért alakulnak másképpen, mert a főszereplő már tisztában van a cselekedeteinek következményeivel, hiszen volt lehetősége többször is kipróbálni őket, addig a Lé és a Lola azt feltételezi, hogy ha kétszer kezdenénk el ugyanazt az órát, vagy napot, vagy 20 percet úgy, hogy nem emlékeznénk semmire, akkor is másképpen alakulnának a dolgok, mert az ember gondolata és ezáltal a tettei sosincsenek kőbevésve és sosem alakulnának kétszer teljesen ugyanúgy, még ugyanazon körülmények között sem. A 7. helyen 3 sorozat epizód foglal helyet. Előre mondom, mindhárom epizód külön is bátran nézhető, ha egyik sorozatot sem nézted, akkor is.
Csillagkapu, 4. évad, 6. epizód, Window of Opportunity. Egy balul sikerült akció során O'Neill és csapata időhurokba keverednek és kénytelenek újraélni annak a napnak 10 óráját, ha jól emlékszem 10-et. Ám erről csupán O'Neillnek és Tierknek van emléke, szóval az epizód többnyire arról szól, amit ez a két karakter próbálja meggyőzni a csapat többi tagját, mégis mi a fene történik velük. Valószínűleg ez a rész a Csillagkapu egyik leghumorosabb epizódja, s bár tényleg szórakoztató, én negatívumként mégis fel tudom hozni, hogy az ismétlődő időszakasz talán ebben a filmben a legcselekménytelenebb. Nincsenek a napnak különösebben érdekes eseményei, amiket meg lehetne változtatni, ezáltal az epizód inkább azt mutatja be, hogy hányféleképpen unatkozhat O'Neill és Tilk 10 órán keresztül, ami amúgy elég humoros. A film vége azért átmegy drámába és egész működőképpen. Oda át. 3. évad, 11. epizód, Mystery Spot. Na, a három sorozat rész közül ez viszi a prímet humor terén. Akár néztétek az odátot, akár nem, ezen a részen megszakadsz a röhögéstől. Ezúttal Sam kerül időhurokba és kénytelen átélni egy olyan napot, ahol Dean meghal. Újra és újra és újra. Az aggasztó helyzet az, hogy Sam akárhogy is alakítja az eseményeket, ha meg is akadályozza például, hogy Dean-t elüsse egy autó, akkor majd a következő pillanatban felzabálja egy kutya, vagy ráesik egy zongora, vagy lelövik, tök mindegy, meghal. Úgy tűnik ez a nap csak azért ismétlődik, hogy Dean a létező leghülyébb módokon otthagyja a fogát. Külön poén, hogy Dean az idétlen időkigre reflektál többször is. You're stuck in Groundhog Day. Why? Like Groundhog Day. Right, you're a mind reader. Cut it out, Sam. Sam, I think you're being funny, but you're being really, really childish. Sam Winchester wears makeup. Sam Winchester cries his way through sex. X-akták. 6. évad, 14. rész. Hát igen, még az X-aktáknak is lehet egy igazán jó pofa és vicces epizódja, főleg az, amelyikben Muldert szétlövik és Scullyval együtt felrobban egy bankban. Újra és újra és újra. Az X-akták azért kicsit megkavarja a hagyományos ismétlődő idő felállását, ugyanis a két főhős közül egyik sem emlékszik az időhurokra, csak az epizód egyik mellékszereplője, aki többször is próbálja figyelmeztetni Muldert, hogy ne menjen a bankba, mert ott meg fog halni. A dolog érdekessége az, hogy Mulder minél több ismétlődést él át, az emlékei szépen lassan egy nagyon enyhe déjà vu érzetet kezdenek kelteni az agyában. Érdekes elgondolás, de még érdekesebb kérdés, hogy bármit is tesznek, a végén valahogy mindig katasztrófa történik, mintha egy kicsit a sors is beszállt volna a buliba. És ráadásként még így megemlítem az anime fanoknak, hogy van egy anime, az idő felett járó lány, Tokyo Kakeru Shoujo, amiben van egy lány, aki ha ugrál, akkor limitált alkalommal visszapörgetheti az időt és újraélheti azt, ha akarja. Ez többnyire egy romantikus vígjáték, néhány nem rossz fordulattal a vége felé, de úgy vélem, lányoknak jobban fog tetszeni, mint nekem. 6. hely. Forráskód. 8 perc. Van ennyi időt, hogy megkeres egy bombát egy vonaton, ha nem sikerül felrobbansz, majd újra kezded és újra felrobbansz. Hajrá! Na, ez a dolga szegény Colter Stevens kapitánynak. Forráskód nagyon izgalmas és ötletes sci-fi, szerintem mindenki számára tartalmaz néhány kiszámíthatatlan fordulatot, de ha az ismétlődő idő kérdését vesszük, akkor azért a többi filmhez mérten nem túlzottan járhatta körbe a témát. Mert hát 8 perc alatt egy száguldó vonaton, amin mindjárt felrobbansz, nem nagyon van időd megtanulni hegedülni. Szóval a film feszített tempójú csavaros, de én bevallom, annak idején valamivel többet vártam tőle. Azért feltétlenül fel kellett tennem erre a listára, mert itt a helye, de az ismétlődő idő lehetőségeit nem ez a film járta körbe legjobban, ez tény. 5. hely. Idétlen időkig. Film, amit mindenki látott, mindenki ismer és mindenki szeret. Ki nem látta, igazából az is látta, csak épp egy időhurokban szenved és még nem ért oda, hogy újra megnézze. Na de mielőtt megköveznétek, hogy miért nem ez van az első helyen, hát azért, mert az 5. helyen van. Nem igazán van ez a lista úgy berendezve, hogy legrosszabbtól a legjobbik. A maga módján mindegyik nagyon szórakoztató, inkább arról van szó, hogy próbáltam abból kiindulni, melyik film mennyire használta ki az ismétlődő idő koncepciójának temérdek lehetőségét. Minden esetre Phil, aki minimum 40 alkalommal átélte élete legunalmasabb napját egy kisvárosban, amikor a mormota kijön az odójából és megbámulja a saját árnyékát, már nagyon szeretne hazamenni. De úgy tűnik, egy hamar nem fog. Murray legjobb filmje számomra, csak dicsérni lehet a mozit, mennyire szórakoztató és milyen ironikus, de ez a film az 50. alkalommal megnézve sem veszíti el a varázsát. Egyszerűen élvezed, ahogy Phil szenved és próbál kitörni a mókus kerékből, és ahogy egyre jobban unja az egészet. A film romantikus vígjátékká válik egy bizonyos ponton, de még ezen része is jól működik, hiszen annyi időd van megismerni a nőt és annak gyengeségeit, amennyit csak
csak akarsz, emellett, ha hibázol nála, mindegy, majd holnap másként teszel. Sokan azonnal rávágnák, hogy ez a film műfajt teremtett, de azért tegyük hozzá, hogy a 1201 volt az első, és igazából annak idején perelték is az Idétlen időkiget, pontosan emiatt, mert hogy ellopta a 1201-nak az alapötletét. Bár azonnal kedvencem lett a film fiatalon, gyerekként én némi ürességet is éreztem utána, egy kicsit hiányzott még valami. Úgy éreztem, hogy ebben a sztoriban lett volna még több. Ha jobban belegondoltok, az ismétlődő idő lehetősége rengeteg kérdést felvet még, amikkel sem a 1201, sem pedig az Idétlen időkig nem igazán foglalkoztak. Mindkét film vidám oldalt mutatta meg. Pedig azért van ott egy másik ösvény is. Negyedik hely. Retroaktív. Az időcsavar. Witness to a murder. She's gonna kill me! Ez a film nagyon rendben van. Ugye itt már néhány év eltelt a Groundhog Day óta, úgyhogy próbáltak kreatívan hozzányúlni a témához, és valami fenemót feszült és pörgős egyvelekbe gyúrták az egészet. A film egyetlen egy útszakaszon játszódik a sivatag közepén, és arról szól, hogy hogyan próbál a főhősnő megállítani egy szociopata gyilkost, mielőtt az megölni a hűtlen párját, és persze őt is. Az ismétlődő idő lehetőségét ezúttal a sivatag közepén egy titkos kutatóközpont időgépe generálja, ami mindössze 10-20 perccel tudja visszaküldeni a használóját az időbe. Ebből kifolyólag a szituáció jóval bonyolultabb, mint a többi filmben, hiszen ha Karen visszamegy az időben, és nem sikerül megfelelően alterálni az elmúlt 20 perc során létrehozott káoszt, neki nem elég kívánni egy időpontot, hogy újrainduljon a kör, hanem el kell jutnia az időgéphez, miközben üldözi a James Belushi által megformált pszichopata. Ellentétben a legtöbb ismétlődéses filmben itt nem halhat meg a főszereplő. Tovább csavarja még a helyzetet annak lehetősége, hogy mi van akkor, ha a pszichopata hamarabb találja meg az időgépet, mint a főhős, és ő pörget vissza az elmúlt 20 percet. Ez esetben a főhős csupán az előző ismétlődésekre emlékezhet, de azt viszont nem tudhatja, hogy a gyilkos is tud az időgépről. Engem meglepett, mennyire nem ismert filmről van szó, pedig gyakorlatilag az első pillanattól az utolsóig odaszöged a képernyő elő. Én sem ismertem egyébként, a lista készítésekor találtam. Repeaters. A film, amely megpróbálta a témában rejlő lehetőségeket a legmessze menőben kihasználni. Úgy értem, ez tényleg. A filmben három drogrehabos fiatal együtt kerül az időhurokba, és kezdetben nagyon óvatosan mernek bármit cselekedni. Ám az egyikük, Michael, miután már jó pár napnyi ismétlődésen túl vannak, kezdi érezni a helyzetükben rejlő lehetőségeket. Egyre erőszakosabbá válik, igyekszik minden megtenni, amit egy átlagember büntetlenül nem tehet meg ebben a világban. Michael szépen lassan szembe kerül a másik két barátjával, akik mindvégig igyekeznek embernek maradni még akkor is, ha Michael szerint nem muszáj. Michael eljut arra a pontra, hogy már az emberöléstől sem riad vissza, mint szórakozási faktor. És végre elérkeztünk azokhoz a morális kérdésekhez is, amelyeket a többi film nem mert feltenni, ám a Repeaters megteszi. Ha ismétlődik a nap újra és újra, vajon továbbra is bűn embert ölni? Mert hát úgyse halnak meg végleg. A probléma az, hogy bár az ismétlődések tekintetében ez valóban meg nem történté válik, a háttérben mindig ott lebeg a kérdés. Mi van, ha holnap az idő tovább halad, ha nincs több ismétlődés? A film remekül megfogalmazza a kimondatlan kérdést, vajon az embert csak a büntetéstől való félelem tartja vissza attól, hogy emberként viselkedjen? Máskülönben önuralom nélküli vadállattá változna. Nagyon sokféle irányba mozognak az események, ott van például az a nagyon érdekes harc, ami kibontakozik Michael és a másik két szereplő között. Ha Michaelnek sikerül is megölnie őket, holnap úgyis ott lesznek ismét, és emlékezni fognak rá. Olyan küzdelem ez, ahol mindenki csupán egyetlen napra lehet győztes. A film egyébként a lista legkeményebb darabja, eléggé véres, mégis ez merítette ki legsikeresebben az ismétlődő idő lehetőségeit. Itt megvolt az a tényleg megtehetsz bármit érzés, amit a lista néhány filmje csak érintett. A film végi csavar is elgondolkodtató egyébként. Akinek tetszik ez az ismétlődéses téma, azok semmiképpen se hagyják ki ezt a filmet. Itt láttok majd a legtöbbet egy ismétlődő nap lehetőségeiből. 2. A holnap határán. Hát nem tudom, hogy be kell mutatnom, hiszen ez a lista legfrissebb eleme. 2014 legjobb filmje nálam, egyszerűen úgy jó, ahogy van. Egy alien inváziós moziba helyezték bele az idő ismétlődés elemét, ezáltal Cage kénytelen újra és újra meghalni a fronton egy igen esélytelen csatában a lények ellen. Ám minden ismétlődéssel egyre messzebb jut, egyre többet ismer meg a lények hátteréről és a nőről is, aki már járt hasonló cipőben. A holnap határán az a fajta látványfilm, amely végre tényleg nem csak agyatlan zúzdaként funkcionál, habár abban is első, emellett egy rendkívül
rendkívül intelligens, átgondolt sci-fi, ami ráadásul nem szégyel baromi humoros is lenni, és igen, bevallom, trélereket látva annó nem gondolta volna, hogy az Edge of Tomorrow humorosabb tud lenni akármelyik a listán szereplő filmnél, pedig de. A humor, a dráma és az akció olyan balanszot alkot ebben a filmben, hogy erről néhányan példát vehetnének Hollywoodban. Blockbuster ritkán győz meg engem ennyire, de ez megtette. A filmben bemutatott lények mozgása egyébként az első két percben biztosított arról, hogy ha nincs valaki, aki újraélheti ezt a napot, akkor itt az emberiségnek kb. Annyi esélye van, mint egy kiskacsának egy repülőgép turbinában. A holnap határán, amellett, hogy remek film, az ismétlődő időt is új dimenziókba helyezte, ezzel megfelelően hozzájárulva a lista színességéhez. Első hely. Pillangó hatás. Bizony, ha a legjobb sci-fikről, legjobb időutazós filmekről, legjobb fordulatokról csinálnék is, tehát ez a film mindenhol ott lenne a dobogósok között. Az ötlet, hogy a film főhőse régi naplójában olvasgatva, valamint régi fotókat nézegetve újraélheti életének meghatározó momentumait, és közben meg is változtathatja azokat, egy remek ötlet, de az, ahogy a film ezt végigviszi, azelőtt a mai napig értetlenül állok. A pillangó effektus, miszerint minden jelentéktelennek tűnő történés kolosszális eseményeket generálhat a jövőben, bitangjól ábrázolva lett egy férfi életén, döntéseink keresztül. Annyi esemény, annyi idővonal, annyi átgondolt alteráció, katasztrófa és kiszámíthatatlan megoldási javaslat, majd abból újabb katasztrófák és újabb variációk a dolgok helyrehozására, hogy azt kell mondjam, ezt a filmet csak úgy készíthették, ha a készítők folyamatosan visszautaztak az időben, hogy kicsit mindig pofozgassanak rajta. Igen, még Ashton Kutcherből, vagy hogy kell mondani, is sikerült egy nem akármilyen színészi alakítást kihozni. Az se semmi, bár a listához mérten nem egyértelműen ismétlődő időről van szó, de úgy érzem, azért van keresni valójait, hiszen Evan meg annyi eseményt, időszakaszt újra és újra átélt, hogy másképpen alakítsa őket, és a listán szereplő többi filmmel ellentétben itt a hosszú távú következményeket is láthatjuk, nem csak néhány órányit. A film nem variál az eszközöket illetően sem, már a gyerekkori események sem egyszerű kutyasimogatásból állnak, ezek megváltoztatása pedig csak egy még nagyobb káoszt idéz elő a káoszban. A készítők itt éreztették igazán a súlyát a döntéseknek, Evan kisebb-nagyobb beavatkozásaival itt ténylegesen emberi sorsok dőlnek romba. A film nagyszerűen közli az üzenetet, miszerint nem valószínű, hogy célszerű lenne belenyúlni a saját múltunkba még akkor sem, ha nem érezzük a jelenünket a legjobbnak. Soha nem azt kapnánk, amit akarunk, ahogy Evan sem tudott rendet rakni. Poén egyébként, hogy van egy rakat alternatív befejezése a filmnek, és bár én mindet szeretem, a rendezői változat azért keményen odapakolja az embert a padlóra. Ezt a filmet is nagyon kevesen ismerik, vagy ha ismerik, meg se nézték sokan, talán mert Ashton Kutcher neve miatt azt hiszik, hogy valami romantikus vacak, pedig ez a film a science fiction egyik legnagyobb alkotása. Soha életemben ilyen átgondolt forgatókönyvvel nem találkoztam azóta sem, de szerintem nem is fogok. Egy szó mint száz, a pillangó hatás nem csak ezen a listán az első, de életem egyik legmeghatározóbb filmje. Van két no-name folytatása is, szigorúan kerülendőek, és ezzel véget is ért a lista. Remélem azért kedvet kaptatok néhány mozihoz. Ha engem kérdeztek a listáról, bármelyik filmet kiválasztva csak jól járhattok.